Seidel Péter atya a vendégem. Isten hozott, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, szervusz. Akik nem ismernek téged, és most így a televízión keresztül látnak, azoknak persze rögtön föltűnik, hogy nem reverendában vagy, mint a plébánosok többsége, hanem habitusban. Így van. A Nyolc Boldogság közösség tagja vagyok, már egy jó pár éve. Hát ez egy ilyen új szerzetes közösség, mondjuk így. Klasszikus a ruhánk, de a fölállásunk azért nem annyira klasszikus, mert három ága van a közösségnek, egy nővérág, egy testvérág, meg egy laikuság, és a közös kormányzattal, közös szolgálatban vagyunk, úgyhogy így ennyit, így egy mondatot dióhéjba ennyit. Már a nézőink könyökén kijön az én mindig visszatérő refrénem, hogy milyen jó, hogy most ugye meghirdette a Szent Atya szinódust, és hogy együtt haladunk, és egy-egy ilyen megújulási közösségben, az Emmanuel közösség, a Nyolc Boldogság, tehát több, 30-40, kicsit több évvel ezelőtt létrejött közösségben, már ott volt ez, hogy együtt haladni, világiak és szerzetesi életben elkötelezett emberek. Köszönöm. Úgy, majd egyszer erről is beszélgetünk. Okay. Viszont azt próbáltam magamban fölidézni, hogy mikor is jöttetek ide az Örök Imádás templomba, amikor ugye rátok bízta a közösségre. És mire jutottál? Hogy bocsánat, sokkal régebb, igen, próbáltam, hogy sokkal régebben, mint ahogy én magam is, mert addig az közismert volt, hogy Homokkomáromban vagytok, meg különböző, és plébániát kap. Mi azért figyeltünk föl rá már egy az itt azt mondanám, hogy templomigazgatóság, de ez csak jó, de a lényeg az, finomság, egyházjogi kis finomság. De a lényeg az, hogy azért már sok év van így a hátatok mögött itt az Örök Imádás templomban, amelyiknek a neve azt mondja, hogy olyan kiemelt templom volt annak idején, és hát ezt szeretnétek gondolni továbbvinni, ahol az imádásra, az oltári szentség előtt való imádkozásra, hát ha nem is 24 órában, de van lehetőség betérni. Így van. Persze. Hát éjszaka úgyis kevesen sétálnak általában Budapesten, meg általában az emberek alszanak éjszaka, úgyhogy tulajdonképpen azt mondom, hogy bármikor be lehet érni a templomba, mert jó, mondjuk tény, hogy munkaidő után egyesek kicsit szabadabbak lennének, de igen, 6 óráig minden nap, tehát 8-tól 6-ig van nálunk szentségemenás, utána szentmise. Most visszatérve a kérdésre, 2006. szeptember 1-től hát vagyunk, vagy vagyok én ott, tehát ez 16. éve igazából, hogy ott vagyunk az Örök Imádás templomba. Igen. Most, hogyha a gyerekkorunkra emlékszünk, viszont minden templom nyitva volt, bár nem volt kitéve az oltári szentség, de betérni be lehetett. Igen. Most már annak örülünk, ha egyáltalán nyitott, tehát olyan templomot látunk, ahol legalább az előtérig ott be lehet menni. Igen, igen, igen. És itt pedig ott van az oltári szentség kifejezve. Hát az egész templom nyitva van, és hát azért megértem a többi atyát is, mert nem kis dolog nyitva tartani egy templomot, minél inkább belváros, egy forgalmas útvonal, annál nehezebb nyitva tartani, tisztán őrizni, tartani, biztonságba tartani, és fűteni, mert nekem ez is egy szempont, hogy aki bejön, az ne fagyjon meg rögtön, és forduljon ki, hogy menjen el, hanem egy órát, ha úgy akar, viszonylag kényelmesen el tudjon tölteni, úgyhogy már majdnem 15 éve padló fűtés van egy részében a templomnak, úgyhogy ez egy kicsit olyan befogadóbb, és ezt szeretnénk is erre törekedni, hogy ez legyen a templom. És a reklámhelye az, hogy felújítva lett a templomnak a szentélye, úgyhogy még szebb, mint volt. Úgyhogy kedves híveket szeretettel várjuk, hogy nézzenek be, úgyse tudnak kifordulni rögtön, ott fognak maradni, mert a templom is szép, de az egész templom az oltári szentség, vagyis a Jóisten szépségét akarja sugározni, és szerintem ez a kegyelem megadatik ott, úgyhogy várjuk a híveket szeretettel imádságra, elcsöndesedésre. Így van, tehát ez már megalapozza mondjuk azt a kínálatot, amiben részesülhet az, aki elmegy oda az Örök Imádás templomba. Azt tudom, hogy vannak olyan programok, amiknek szintén otthont adtok. Ugye azt hiszem, nem is ti szervezitek, de otthont adtok. Például a Salkaházisára esnek, amit szociális testvérek szerveznek, vagy a Rózsaesőnek. Nem is tudom, hogy annak ki a szervezet. Rózsaeső az rajt van a védjegy, igen. Az a kis C betű. Na de milyen programok vannak, amiket nem az a hagyományos, mert szentmisére persze, hogy mehetnek oda emberek, de ami most mondjuk a következő, most kezdődő polgári évben várja az oda
érkezik? Hát azzal kezdeném, hogy van egy kis változás a közösségben, mert egy párral leköltöztek, vagy visszaköltöztek Homokkomáromba, úgyhogy most a csapatunk eddig se volt egy nagy tömeg, de most még egy kicsit szerényebb az ott lévő helyben lakó létszám igazából. Úgyhogy jönnek ez egészen konkrétan hányan? Ez egészen konkrétan, most a bentlakókat nézzük velem együtt, az három uh-huh. darab. Hát az már tényleg egy kis közösség. Igen, az egy kis közösség, és hát mindenkinek van egyéb tennivalója, meg van családja, vagy idős szülei is vannak. Tehát eléggé mobilisak vagyunk, vagy kell, hogy legyünk. Úgyhogy igazából följönnek ilyen nagyobb alkalmak rímaestekre Homokkomáromból, és majd mondom akkor egy picit időrendi sorrendben, hogy mi várható. Uh-huh. És akkor ott nálunk is azért próbáljuk a közösséget szervezni, és jó, hogy mondtad ezt a szinódusi folyamatot, mert ezen én is kapva kaptam, és elkezdtük a szinódusi folyamatot a templomban, most még egy ilyen mag csoport dolgozik rajta, de most már úgymond órák kérdés, és publikálni fogunk dolgokat. Lesz egy kérdőívezés a híveknek online, meg papíros formába, és akkor 22-én Mohos Gábor püspök atya ellátogat hozzánk, segédpüspök atya, és egy délutánt velünk tölt, és együtt gondolkozunk az ottani közösségeknek a képviselőivel, a vezetőivel bizonyos fontos pontokról, meg kicsit a jövőt keresve egy nyitottsággal, és aztán Gábor atyát majd marasztaljuk egy szentmisére, reméljük, hogy tud maradni erre a szándékra, a szinódusnak a szándékára. A templom, az egyház megyében, meg az egész egyház, úgyhogy ez egy következő fontos program igazából. Aztán ez az kicsit... egyházközség. Hát igen, tulajdonképpen templomi de közösség. Mi az, ami, igen. De mi az, ami mondjuk mindenkit megszólíthat? Hát például betegek kenetét szoktam én föladni a Betegek Világnapján, egy ilyen ünnepélyesebb formába, tehát az lesz akkor február 11-én a 18 órai szentmisébe. Hát igazából a közellakók szoktak inkább járni, de ez is egy teljesen nyitott dolog. Aztán Nagybőjt érkeztével, igen? Én csak annyit beszúrni, hogy nem kell halálos betegnek lenni, hát nem, csak nem. Vagy életkor. Mondjuk egy kontaktot az, azért aki? Érdemes fölvenni velem, tehát azért szeretek személyesen beszélgetni egy pár mondatot azzal, aki kéri ezt a szentséget. Nyilván egy megfázás, vagy fáj a torkom, köhögök régóta, az nem annyira. Tehát inkább egy olyan fajta betegségre, vagy gyengeségre, ami megpróbálja a testet és a lelket egyaránt. Tehát ebbe belefér simán egy nagy, komoly családi megpróbáltatás, akár egy veszteség is talán, főleg egy pszichés eredetű, lelki eredetű komoly probléma, de nyilván aztán testi betegség, így van, mondani, hogy és az időskor. Az időskor azt mondják, hogy 60 fölött már, állítólag, én még ezt nem tudom. Megyek hozzá, akkor ismételjük meg az időpontot. Ez a Betegek Világnapja, Lurdi Boldogságos Szűzanyának az emléknapja, február 11-e 18 óra. Igen, és akkor a következő. Hát aztán a Nagybőjt már kopogtat rendesen. Igen. Farsangra most így külön nagy programot nem szervezünk. A Nagybőjtbe lenne egy tridum, amire fölkértem Béri Renátó atyát, és ő tartaná meg március 18, 19 és 20-án. Tehát ez úgy néz ki, hogy péntek, szombat, vasárnap, péntek, szombat este 6, és vasárnap reggel 9-es szentmisébe. A témát még nem árulta el, de lehet, hogy így jobb is, mert mindig hoz olyan érdekes témákat. Akkor lenne egy nagybőjti imaestünk a Nyolc Boldogság közösséggel, tehát egy ilyen nagyobb létszámmal, énekkarral, hogy szoktuk, ez március 26-án lesz szombaton, 19 órakor, úgyhogy arra várjuk kedves híveket. Elképzelhető, hogy közvetítés is lesz, ezt még nem tudom pontosan, de az adventi imaestet pontosan az EVTN televízió közvetítette országszerte, úgyhogy ez nagyon jó volt nekünk. És aztán pedig a húsvéti szent három nap is fontos nekünk, nyilván mindenhol fontos, de mi így a liturgiát szeretnénk egy kicsit úgy alaposabban ápolni, átélni, mi magunk is, komolyabb asszisztenciával, szép miseruháink vannak, úgyhogy arra is várjuk a híveket a szent három napra. Csütörtök este, péntek délután, péntek este, nagy szombat, ezek mind fontos alkalmak. Oltári szentségi körmezet is próbálunk majd szervezni, inkább a templom kertbe. És felnőtt keresztségre készülünk, ugye ez nem látványosság, ez tényleg egy kegyelem, de van nálunk katekumen csoport, ahol hát évek óta készülnek a katekumenek, és most úgy tűnik, hogy három testvér eljut a keresztséghez, felnőtt keresztséghez, ahol mind a három szentséget kiszolgáltatom.
És akkor ez jó lehetőség arra, hogy biztassuk azokat, akiknek valami miatt kimaradt az életéből, akkor nem keresztelték őt meg kisbabaként, de megszületett a szívében a vágy, hogy iratkozzon be már most, mert bárhova. Igen. Ne maradjon ki. Igen. Hát itt látszik az, hogy tényleg a Isten meghív embereket, és hogy nagyon megrendítő pillanat, hogy egy felnőtt ember így teljesen az Istennek adja az életét, és hisz az örök életbe. Tehát ezek mindig úgy. Az ember csak csöndbe szemlélődne rajta, hogy milyen nagy ajándékok. Péter, hogyha megtalálják, vagy van még, amit szerettél volna mondani? Hát most összefoglalom, az első csütörtökkel lehet, hogy azzal kellett volna kezdenem, igen, mert Paskai bíboros úr óta Erdő bíboros úr is folytatja, első csütörtökönként, ha csak az ideje engedi, 17 órakor imaórát vezet, 18 órakor szentmisét mutat be, papír szerzetes hivatásokért, úgyhogy ez nagyon fontos szándék, a főpásztor eljön hozzánk az oltári szentségéri térdel, imádkozik, és utána szentmisét mutat be erre a szándékra. Ez egyedi. Minden hónap számára. Első csütörtökön, tehát az első péntek előtti csütörtökön, és ha valaki, most a nézőink közül vidéken sokan vannak, idősek sokan vannak, ha nem is tudnak személyesen eljönni a örökimádás templomba, imádságban kapcsolódjanak be. Így van, de mindig a honlapon hirdetem, hogy tud-e jönni bíboros úr, vagy nem, mert azért van neki bőven elfoglaltság. És utolsó dolog, még a pünkösdi ma est van, június 24-én, valószínű helyi erőkkel szervezzük meg, és úrnapja június 29-én, hát ugye ez a templomunknak a titulusa, és akkor egy nagy körmeletet szervezünk az ünnepi mise után, és elképzelhető, hogy lesz egy lelki napunk is 18-án szombaton, ez még úgy szervezőfélben van. És akkor a honlap címe, ahol mindent megtalálnak. Örökimádás.hu Péter atya, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást.